A 2020-as év kulturális szempontból nehéz volt a város és a közművelődésben dolgozók számára, valamint a közönség is várja már a színes programokat. Szabóné Rambala Gabriella, a művelődési ház vezetője elmondta, a tavaszi-nyári elmaradt programokat igyekeztek az év végére átszervezni. A tavasszal és már a télen lefoglalt programjainkat, azokat próbáltuk áthelyezni a következő időszakra. Először a nyár elejére, aztán sajnos a vészhelyzet miatt még későbbre kellett ezt halasztanunk, és az őszi időszakra. Mivel a város 50 éves, ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültünk ezzel, mert mint minden születésnapra, erre a születésnapra is nagy lelkesedéssel készültünk már az év elején, sőt már az előző évi év végén is a téli időszakban, hiszen a Városhete rendezvény sorozattal, ami április 1-től valósult volna meg, egy nagyszabású rendezvény sorozatot kellett sajnos elhalasztanunk. Ha minden igaz, akkor ezt most augusztus végén, illetve szeptember első hetében ezt a sorozatot meg tudjuk tartani. Készülnek a hagyományos elszármazottak találkozójára is, valamint fotókiállítást is terveznek a város hetére. Remélhetőleg az őszre szervezett programjaink, így a színházi előadások, az előadóestek, ezek mind-mind megvalósíthatók lesznek most az őszi időszakban, tehát semmit nem mondtunk le. Többek között a város két nagy koncertjét sem, az egyik az Apostol Együttes koncertje lett volna, amely szintén az 50 évhez kapcsolódik, mert ugye 50 éves az Apostol Együttes is, és ennek kapcsán hívtuk volna meg őket is, de nem fog elmaradni, ez egy jó hír, ugyanúgy a Republik koncert sem fog elmaradni, hanem egy később időpontban fogjuk megtartani mindezeket, mint ahogy már említettem a színházi előadásainkat, előadó estjeinket is. Két teljesen teltházas színházi előadásunk lesz, stand-up előadás lesz szeptember 16-án. Szeptember 19-én már szintén eladott teltházas előadás lesz a Hippolyta Lakály című vígjátékkal. Ezen kívül pedig a lélekfrissítő sorozatunkat is ugyanígy folytatjuk tovább. Előadókat hívtunk meg, Pécsi Ritát, aki az Instagramos fiatalok, a tínédzser korú fiataloknak a problémáival és a szülők gyermekek kapcsolatával fog foglalkozni, és arról tart egy előadást. Meghívtuk Berecki Enikőt szintén, és természetesen tavasszal szerettük volna Hesznát meghívni, aki a életbátorságról fog előadást tartani. Sikerült őt is október-november környékére meghívnunk, úgyhogy nem fognak elmaradni, hál' Istennek, az előadásaink. Az óvodások és kisiskolások számára tavasszal megkezdett bérletes gyermekszínház és filharmónia előadások egy része elmaradt, amelyeket szintén szeretnének pótolni még ebben az évben. Koncertjeinket ugyanígy szeretnénk, sajnos az Ismerős arcok koncertet is el kellett halasztanunk a tavaszról, de október 17-én azt is meg fogjuk tudni tartani. Hál' Istennek a gyermekbérletünket is sikerült megújítanunk, úgyhogy ugyanúgy 4 előadás lesz. És ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott koncertet tudunk elhozni. A Zenevilágnapja alkalmából Malek Andrea 90 perces élő nagy koncertje lesz hallható itt a Művelődési Házban. Sajnos egyelőre nem lehet még zenés-táncos beltéri rendezvényt tartani, és a higiéniai előírásokat is be kell tartani. Jó hír viszont, hogy augusztus 19-én újra megnyitja kapuit a Művelődési Ház. Remélhetőleg nem csak tartalommal fogunk megújulni az őszre, amikor is kinyitjuk a házat, hanem belső és külső felújítás is történik, de elsősorban inkább a beltéri helyiségeinkben történt felújítás, amit nagy örömmel vettünk. Festés, tisztasági és design festés is történt. Ezen kívül az önkormányzat jóvoltából pályázat útján sikerült új bútorokat is vásárolnunk, úgyhogy remélhetőleg az előtér, az aula teljes egészében megújul, és nagyon szép dizájnnal fogjuk várni a kedves közönséget. Nevezetesen augusztus 19-én, amikor szeretnénk a házat egy nagy rendezvénnyel megnyitni. A nyitó rendezvényen a helyi gasztronómiával foglalkozó vállalkozók is bemutatkoznak, és megkóstolható lesz a város kenyere is.